Reggel 8 helyett 10 órakor kezdődött az oktatás több megyei iskolában hétfőn. A PDS és a PS közösen szervezett figyelmeztető sztrájkot. Megyékben több tucat intézmény, mint egy fél ezer dolgozója csatlakozott volt, aki ténylegesen beszüntette a munkát reggel 8 és 10 óra között. Mások kockásing viselésével fejezték ki szolidaritásokat a sztrájkolókkal. Noha az emi közleménye szerint kevesebb, mint a pedagógusok egyötöde vett részt a sztrájkban, a szakszervezetek úgy értékeltek, a bizonytalan helyzet ellenére is magas volt a sztrájk támogatottsága. Előbbit az okozta, hogy bár az akció idején nyújtott elégséges szolgáltatást elfogadta a bíróság, jogerőre mégsem emelkedett a sztrájk törvényessége. A PS megyei elnöke a 35 percben arról számolt be, a munkabeszüntetés gördülékenyen zajlott le. Azon intézmények esetén, akik ugye részt vettek ebben a, a két órás figyelmeztető sztrájkban, ott olyan információk érkeztek, hogy tulajdonképpen semmilyen szinten nem hátráltatták sem a sztrájk végrehajtását. Igazából itt a sztrájkban részevők sem akadályozták ugye az intézménynek a működését, sőt olyan információink is vannak például óvodákból, ahol az óvónők bent maradtak gyakorlatilag a gyerekeket ugye felügyelettel látták el, függetlenül attól, hogy egyébként erre nem lettek volna ugye kötelesek és ennek ellenére ugye aláírták, hogy ők a sztrájkban részt Fülöp Attila elmondása szerint voltak intézmények, ahol több szülő nem is vitte be a gyerekeket az akció két órájára, szerinte ők ezzel vállaltak szolidaritást a pedagógusokkal. Ez persze nem mindenki tudta megoldani, tette hozzá. A munkabeszüntetést azért hirdették meg, mert a szakszervezetek több dologról sem tudtak megállapodni a kormányzattal, Elsősorban a pedagógus életpályáról és a hozzá kapcsolódó bértábláról nincs megegyezés. A kötelező óraszámok rendezése is a céljuk. Gyakorlatilag ugye született egy olyan döntés, hogy a pedagógusok kötelező óra száma 22-26 óra közötti lehet. És ez azért intézményeken belül ugye óriási eltérést eredményez. Ugyanabban a bértábla kategóriában szereplő két dolgozó között ugyanazért a bérért valaki csak kötelezően 22 tanítási órát tanít le, valaki pedig mondjuk 26 órát. Tehát egy elég érdekes az, hogy egyenlő munkáját, egyenlő bérjár összefüggést lássunk. Tehát nagyon nehéz például ebben is azt mondani, hogy van egyfajta kötelező érvényű szabály, hogy akkor legyen egységesen például az a kötelező óraszám minden egyes intézményben, és még mindenki legyen 24 órában. A pedagógus hiány miatti állandó helyettesítés is leterheli a tanárokat, és az oltással kapcsolatban sincs egyetértés folytatta a megyei elnök. Azokat a kollégákat is pótolni kell ráadásul, akik az oltás hiánya miatt fizetés nélküli szabadságra lettek küldve. Amennyiben a következő hetekben sem sikerül a szakszervezeteknek megegyezésre jutniuk az MB-vel, március közepén már több napos munkabeszüntetés következhet.